újra itt van a Hakocka játékvárja, aki és ami bemutatja nektek mára a vicces és nagyon humoros Divinity 2 Developers Cut-ot, amelyet a Larian Studios készített, mert az intrójuk is sugallja azt, hogy itt aztán nem csak komolyságot és veszélyt találtok, hanem humorbombákat és vicc sátrakat ebben a világban, mert nagyon viccesre vették, ez egy különleges változata a játéknak, hisz volt a Divinity 2 Echo Draconis, vagy Ego Draconis, amely az alapjáték volt, és volt a Flames of Vengeance. Na, ez a játék mind a kettőt tartalmazza, viszont volt ezen kívül még egy The Dragon's Knight sága című kiadása, ami mind a kettőt tartalmazta, ez viszont még azon felül is tartalmaz egy így készült videót, egy ilyen bakizós videót, akkor ezen kívül egy humorosabbá teszi az egész játékot, látjátok már az intro, vagy hát az intro logók is ezt mutatták, és egyébként más is a logó, és más a játék világa is egy picit a sima verziókban, mint ebbe. Ezt adták egyébként a Dragon Knight-ság, az amely szintén ilyen 1-2000 forintért lehet venni a Steamen, és adták hozzá ezt is, akinek az megvolt, szóval ez egy elég jó dolog. És jól is tették, mert a sima változattal, a sima úgymond egybe rakott változattal nem nagyon volt működőképes a magyarítás, viszont Developers Cut-tal már igen. És ja, is lehet csalni ebbe a Developers Cut-ba, a másikba legálisan módon úgymond nem lehet csalni ebbe, engedélyezik úgymond a fekete lyukait a játéknak a fejlesztők, ezt el is magyaráztak egyébként a vicces így készült videóban. A játék fel van patchelve egy pont, majdnem 1.5-re, 1.47-re, amely szintén jót takar, hiszen minden játéknak kell ma már a patch, sajna, vagy nem sajna, ez van. No, de nézzük a menüt, amely azért annyira nem vicces, ellentétben a egyes játék menetbeli elemekkel. Láthatjátok, hogy be tudunk mindent állítani, fényerőt, mindent, amit akarunk, grafikát, részletesen is, tehát itt ne tévesszem meg titeket a dolog, olyan furcsa dolgokat is lehet, hogy geometriai távolságrendelés, meg mindenféle. Tehát itt nem beszélhetünk konzolos beállítási lehetőségekről, amely azt akarja mondjuk, hogy ugye kettőt állíthatunk, vagy egyet se. Jelentően más játéknak, hát nem biztosan nevezhető játékokkal. No, hát folytassuk a játékot, be is tölthetjük ugye. A játék zené is elég hangulatos és hangzatos, és a hangok is, de nem mondanám tökére, tehát igazából egy közepesnél picit jobb összességében is vannak csúcsai úgymond, mint egy táblázatban, vagy egy grafikonban, és vannak mélységei úgymond a zene minőségének, vagy a hangoknál is. Úgyhogy ezt kell viselnünk. No, nézzétek, itt van fősünk. A játék elég szép. A poligonokban nem is a legjobb első helyen helyezkedik el a top listákon mondjuk, de egyébként effektek terén viszont nagyon jó. Véleményem szerint. A Witcher egybe volt, mert a kettővel még ilyen nem voltam képes játszani. Hullámokat verünk. Ugye fodrozódik a víz, hogy megyünk, húzzuk maguk után a csíkot úgymond, és ebben a játékban ez megint előhozhatjuk. Ez ugye a játék elején egyébként van egy tutorial része a játéknak, egy ilyen bevezető része, meg intro is van. Ami egyébként nem olyan rossz az intro, de nem jeleskedik abban, hogy mondjuk szintén a Blizzard-dal versenyezzen, de elég hangulatos egyébként. Tudunk beszélgetni egyébként. Választhatunk, ez a klasszikus RPG-s választási rendszer van még ebben a játékban. De nagyon jó, ami nagyon jó a játékban egyébként a párbeszédeknek a minősége, lehet így fogalmazni, a miensége, mert iszonyat jó szövegek vannak néha a játékban, tehát a párbeszédrendszer mindemellett, amely segíti is ezt még egyébként maga a karakteres karakterek, tehát az érdekes, egyedi és mulatságos, vagy félelmetes, vagy éppen áruló karakter, nagyon sokféle karakter van, legyen az katona, vagy akármi kocsma töltelék, vagy kocsma vezetője, vagy pap, vagy akármi, tehát valami iszonyat hangulatos ilyen szempontból a játék. Most bárkivel beszélünk, az utolsó katonáig szinte mindegyikkel. Úgyhogy itt ez az első város, ahol kezdünk. És most nem tudom nektek, nagyon sok helyre bemehetünk, akár több helyről is, hátul, elő, oldalt, vagy ha többszintes a második szinten, tehát
illetve használhatunk létrákat, vagy ilyen lemenőket, ez most az egyik szobája az itteni őrségnek. Hát ez egy elég, belül is elég jól néz ki egyébként a játék. Itt, tehát belső terekben, itt láttátok, hogy minden ládikát megnéztem, ezt föl is törhetjük, nincs itt mini játék föltöréskor, ezt talán most ki hoppá, és szedtem ezt a föl lehet, szinte mindent föl lehet szedni a játékban egyébként, tehát ez jellemző volt már a Divine Divinity-re és a Beyond Divinity-re, amilyen folytatása vagy párhuzamos folytatása volt, vagy előzmény annak a játéknak, az egy ilyen felül és félig oldalasan nézetes RPG volt, még a klasszikus RPG volt, tehát ilyen Baldur's Gate-szerű, Diablo-val karöltve mondjuk, lehetne fogalmazni. No, de hát itt nincs ilyen föltörés mini játék, annak ellenére a skill van, és fel is törhetünk természetesen mindenféle ládát, vagy ilyen szekrényeket, ajtókat, mit tudom én, mindenfélét ám, úgyhogy elég hasznos. Elég látványosak az effektek, mondom, ez egy friss játék, tehát hát 2010-es azt hiszem a kiegészítő, illetve az alapjáték is körülbelül, 2009-10, de azt hiszem a Developers Cut meg a Dragonnásság az 11 fele jött ki, úgyhogy ez most egyébként kivételesen azért ja, határmezsé van, de ez most nem lesz retrójáték, nem lett már retrójáték, láthattátok. És egyébként a másik játék is majd nem lesz retrójáték, az tavalyi. De ami egy éves, azt mondja, nem rakom be egyébként a retrójátékba, csak megjegyzem. Ami egyébként egy FPS lesz. Na, itt lehet beszélgetni, és sokkal lehet kereskedni is, sok karakterre. Láthatjátok, hogy eléggé átlátható egyébként az inventory rendszer is ilyen, itt jobb oldalt láthatjátok, tehát hogy mennyi aranyom van, és van tömegrendszer is, amely minden ilyen klasszikusabb RPG-nél ugye fontos szereplő a játékban, ugye mennyit szüpeltük magunkkal, ezt növelhetjük a skill-ekkel egyébként. Itt láthatjuk, hogy ez ez egy kis NPC pap, ez inkább ilyen feltámasztás, gyógyítás. A feltámasztás mondjuk érdekesen fordították azért, mert ez igazából visszatöltés ugyanúgy, csak ez varázserőt töltött, tehát manát. Manát mindenki használ a játékban, a minden képességért manát használtok, tehát ami aktív skill vagy képesség, ott manát használunk. Tehát hogy oké, mit adhatok el, elég egyszerű és nagyszerű átlátható gondolatot is olvashatunk, ez egy érdekes dolog. Hát most elhasználunk, hogy ez XP-be kerül, és ez is szintén fura, és lehet használni, és ez néha nagyon jó egyébként, mert sokszor költéseket tudunk ezzel indítani, vagy megoldani, vagy előhozni egy régen elvartnak itt szállakat, tehát elég hasznos, és ezt is tudjuk fejleszteni, sokszor vicces is egyébként, amikor mondjuk egy gondolatolvasás ellen beoltott idézővel és tanított mondjuk varázslót akarunk úgymond kelepcébe csalni ezzel, de ő mondja, hogy ho, észrevettelek ám, és ugye nem, ez nem fog nálam működni, kis tanonc. Hát szóval vannak ilyen érdekesek, és itt van például a vicces. Ezek ilyen nagyon vicces. Mindegyiket meg tudjuk nézni, ezt bátran ajánlom nektek. Plusz játékmackók, hát igen, van sokféle. Nagyon vicces. Szóval nagyon vicces dolgok vannak itt ebben a játékban. Szóval láthatjátok, hogy itt vicc bombák vannak. Itt az inventorium ugye egyrészt nagyon hasonlít arra, amit az eladáson láttunk, és láthatjuk a karakter lapot, amely hát elsőre kicsit furcsa, tehát meg kell szokni, de azt is láthatjátok, hogy tudunk váltogatni fegyverek között, ugye, hogy ki mit akar éppen használni. Én az íjat és a, mert ezt elég gyorsan lehet lőni, ellentétben a tűzlabdákkal, meg ezekkel kicsit olyan lassú a játékban, én nekem nem jött be annyira varázslás, bár jól szívad, de lassú és kicsit elvonja a látványt, hogy így mondjam, tehát nem lát, ugye ellövöd minden csilivili és kicsit nem lehet annyira látni se, mert a kameraállás egy kicsit furcsa, ugye nagyon le van nyomva, ezt talán észrevettétek, így hiába külsődítés olyan, mint egy kicsit a karakterek össze lennének nyomva ugye nézettel, emiatt mint minden német, bár ez belga, de határvidék, ugye, hogy határország, hogy a karaktereket vagy tökéletesen tudták megoldani ebben a játékban se. Egy érdekes dolog. Itt van a karakter,
statisztikai része, tehát az egészség, ami egyértelmű, az energia, ugye ez a manát, az egészség pedig az életerőt növelheti. Ezen kívül vannak még egyébként más hatása, és ott alul leírják, a középen pedig a fő lényegi elemeket írják le, illetve van az erő, amely nagyon sok mindent befolyásol, nekem az kell a legtöbb természetesen, ügyesség, annak természetesen azoknak kell, akik csak is a vadász életmódot akarják, én egy kicsit akarom, tehát én nyomtam hozzá, de annyira nem erőltettem még. Illetve az intelligencia, amely ugye inkább a varázsal erősítéséhez, illetve a vasakarat erősítéséhez, a mágia elleni védelmes sebzéshez kell, az energia pedig ugye az erő, varázs erő növelését kell. Itt látjátok ezt a sok sárkány életet, ez nem csoda, hiszen egy sárkányvadász vagyunk, amely a sárkány lovaguk árulóját akarja elkapni, így az alapsztori, ez elmeséltem talán, hogy egy sárkány lova, aki elárulta anno az embereket elfeket, tehát úgymond a jobb népek szövetségeit, egy nagy régi csatában, én nem láttam mondjuk az 1-2-t, csak egy pillanatra láttam annó, de volt egy régi csata, és ott elárulta az egyik sárkány lovag. Az embereket és az egyetlent is, amely egy félisten lett úgymond, szerintem Damian neve, aki azt hiszem félig ember volt annó, de félisten szintekre ugrott, és egyetlenként tisztelte mindenki, hisz egy háborút nyert meg, ha jól emlékszem, vagy került el. És ő, ez a Talanna nevű sárkánylovag, aki egy hölgy, azt hiszem, a játékban, őt kellünk elkapnunk, egy hatalmas áruló volt, egyébként a sárkánylovak át tudnak változni bármikor szinte sárkányá, és későbbiekben egyébként mi is, ha jól tudom, tehát eléggé hatásos. Tehát ilyen szempontból ez a játék nagyon részletes, három elem keveredik. Egy látjátok az ellenállásokat, sebzés, stb. Hát azt annyira nem kell talán részletezni. Itt vannak a különböző kategóriák is. Tehát ez a játék gyakorlatilag három elemből áll. Van egy ilyen rendesen TPS-es akció RPG része. A sárkány miatt van egy kis sárkány szimulátor része, mondhatnám, mint így egy komancs, vagy egy csak a fantasy világban. És ezen kívül van egy stratégiai része is a vége, a játék vége felé, amikor irányíthatunk egész ilyen osztagokat, úgymond. Tehát nagyon-nagyon érdekes koncepció alapján készült ez a játék. Mondjuk a fákon ott azért még kicsit még javítottak volna, néha eléggé furcsák. Na de jó a grafika egyébként, úgyhogy nincs gond véle. K-val tudjuk megnézni, vagy ott lent rákattintva, vagy az inventory-nál átklappolva a képességfát. Amely érdekes, először nem tudtam, hogy miért van ez csak így egymás alatt, nem kell az előző, csak szintek vannak kötve a skillek, nem kell minden skillt előtte mindig benyomni az utána lévőhöz, semmi közük ilyen szempontból. Hát gyakorlatilag 5 osztály van, a sárkányvadászból mindenki kap valamennyit, mert ugye mindenki sárkányvadászként kezd, és utána még azokból lehet választani, hogy mágus, pap vagy harcos, hogy kósza akarunk lenni. Én a kósza és a harcos keverékével választottam nagy részt, illetve itt ugye van a sárkányvadászban elég sok. Ezért az árnyitást azt fel is nyomtam maximum, hogy minden elfüggő szeretek mindent megtalálni, és hasznos is volt, mert egy küldetés például ezzel találtam meg, és utána megoldottam busás jutalmakért. Meg egyébként egy két jó kardot és tárgyat is találtam, úgyhogy elég hasznos. Mit is akartam még nektek? Igen, tehát itt mindegyiknek 5 szintje van, és itt ide tudjuk egyébként behúzni őket, tehát ha fontos megjegyezni ide le. Most ugye már benn van ez például, ez egy ilyen körkörös egyesre tudjuk ugye aktiválni. Egyébként elég sokféle animáció van, csak a kidolgozás nem tökéletes, tehát kicsit olyan furcsán mozogni az ember, meg ugrál is, mint hogyha éppen beszarna majdnem. Tehát, de nagyon sokféle van, látjátok? Ahogy éppen irányítom a bal jobbrával, vagy az egérrel, úgy csap. És, tehát elég hasznos. És ez ugye kétkezes, de specializálhatunk egykezes, kétkezes, vagy egykezes kardra, vagy egykezes kard és pajzs kombinációra. És mivel váltogathatjuk a fegyvereket, ezért akár érdemes. Egyszerre több. Mindeközben viszont még nem vettem rá, hogy mivel lehet. Vagy nem is lehet, talán elég az ellenállást növelni. Tabbal tudjuk elrakni. Most legyen egy kis támadás. Na de váltsunk. Mondom, váltsunk. Igen, egy kicsit nehézkes a harc, hogyha az izéhoz hasonlóan... megtámadtak. Na. Hogyha...
Az Oblivionhoz és a Skyrimhoz hasonlóan jó lent volna talán ennek játéknak is, hogyha inkább belső nézetet, FPS nézetet használ. Mert kicsit nehézkes és furcsa is így a harcát. Így látjátok, így néz ki, hogyha valamit találunk egy holt embőrben, vagy valami, egy kicsit furcsa, ez is ilyen Harry Potteres majdnem effektus, varázslás effektus, de nem tudom miért így csinálták meg, hát ez van. Bocsánat, csak mi mindig sajnos még mindig a meghallás kerülget. Küldetés napló. Hát ez a megszokott elemeket tartalmazza. Látjuk a trófát, hogy milyen ellenségekkel harcoltunk eddig, és hogy hányat öltünk meg. Elég sokféle ellenség van. Törzsi goblin, fekete goblin, még érdekes, hogy különbség nem nagyon van kinézetbe köztük. Van a sima barna vaddisznó, és az ármén sírjának csontvázva, amiben mondjuk nem is egy volt. Láthatjuk, hogy korábban milyen teljesítményeket értünk, Kaiserban játékban is kapunk teljesítményeket. Mentés megszokott, betöltés megszokott, és a világ térkép, amely, hát, bazin nagy, hogyha jó akarok lenni. Nézzétek meg, hatalmas, itt vagyunk, és itt van még a világ térkép, hatalmas. Hát igazából ennyi lenne, amit talán el tudnak mondani erről a játékról. Hibái vannak, tehát a sztori fővonala nem egy csoda, nem fogunk meglepődni rajta, és az animáció se tökély, ezen kívül a harcrendszer se tökély. Viszont minden más egész jó, úgyhogy a játéknak adok egy 88%-ot. Úgyhogy a legközelebbi viszontlátásig. Sziasztok!